Fred Bear a FNAF történetében szereplő első medve karakter, akinek 1983 tájéka és előtti időszakba sorolható a fellépési ideje a Fred Bear Family Dinner nevű pizzériában. Ő volt ennek az épületnek a főkabalája. Öltözékei egy lila cilinder és egy lila csokornyakkendő. Fred Bear egy sárga bundájú, zöld szemű férfi medve animatronik, aki a banda énekese. A jobb kezében egy mikrofon tart, a kézfején öt új található, ő volt az 1983-as baleset okozója, valamint övé az egyik Springlock ruha. Illik tudni, hogy Fred Bear nem egyenlő Golden Freddy-vel. Spring Bonnie Fred Bear társa, akivel együtt szórakoztatták a gyerekeket. Ő volt a banda gitárosa. Spring Bonnie egy szintén sárga bundájú és zöld szemű férfi animatronik, viszont ő egy nyúl. A kézfején öt új van. A színpadon Fred Bear jobb oldalán helyezkedik el, és övé a második Springlock ruha, amiben a gyilkosságokat elkövették. Freddy egy barna színű, kékszemű férfi medve animatronik, aki még három társával szórakoztatja a közönséget. Freddy kezén négy új található. Öltözéke egy fekete csokornyakkendő és egy kalap. Ő Fred Bear utódja, valamint a banda énekese és főbb karaktere. A jobb kezében egy fekete mikrofon tart. A FNAF 2-ben is szerepel, mint leamortizálódott robot, aki már nem kell senkinek, és csak alkatrészpótlásra használják. Bár még nincs annyira rossz állapotban. Mikor bejön az irodába, a Freddy maszkkal tudunk ellene védekezni. Bonnie egy kékes-lilás színű férfi nyúl. A szeme színét nem lehet tudni, csak következtetni lehet, hogy bíbor színű. A kezén négy új található. Egyetlen öltözéke egy piros csokornyakkendő. A mellkasán két gomb van. Freddyvel együtt szokott fellépni, ő a banda gitárosa. Bonnie a színpad jobb hátsó oldalán helyezkedik el. Szintén szerepel a FNAF 2-ben, és már nincs meg az arca. Valószínűleg biztonsági okokból távolíthatták el. Valamint a bal keze teljesen eltűnt. A jobb kéz és bal láb fejéről hiányzik a műanyag. Mikor bejön az irodába, a Freddy maszkkal tudunk ellene védekezni. Chica ebben a pizzériában az egyetlen női karakter. A neve is ezt mutatja, ugyanis a Chica szó spanyolul annyit tesz, hogy lány. Sárga színe van. Ebből arra lehet következtetni, hogy a karakter fiatal, ugyanis ő egy sárga csibe. Bíbor színű szeme van. Az ő feladata a bandában, hogy szórakoztassa és étellel kínálja a gyerekeket. A bal kezében egy rózsaszín muffin tart, aminek Cupcake a neve. Egyetlen öltözéke egy előke, amire az van ráírva, hogy együnk. A színpad jobb hátsó részén helyezkedik el. Ő szintén szerepel a FNAF 2-ben, jelenlegi állapotában nincs meg a két kézfeje, így kilógnak onnan a vezetékek. Az állkapcsát már csak a drótok tartják. A kezeit mindig T-alakban tartja. Valószínűleg ez azért van, mert sokat volt fektetve ebben az állapotban, és már túl öregek az alkatrészei. Viszont amikor a szellőzőből próbál támadni, a kezei a törzséhez szorulnak. A T alak a keresztet is szimbolizálhatja, mivel az alkotó keresztény vallású volt. Mikor bejön az irodába, a Freddy maszkkal tudunk ellene védekezni. Foxy egy vörös színű kalózróka, akinek sárga szeme van. Öltözéke csupán egy barna rövid nadrág. A jobb kezén egy kampó, a szemén pedig egy szemfedő található. Feladata, hogy történeteket meséljen a gyerekeknek. Saját színpada van. Őt ugyanúgy megtalálhatjuk a FNAF második részében.
A folyosó végéről próbál meg ránk támadni, ilyenkor rá kell villogtatni, és elmegy. Ha Bibi bejut az irodába, akkor odahívja Foxit.